Na, sziasztok, YouTube berek. Na, kis update. El van ültetve 50 darab, hogy hívják? Milyen sövény? Csoda sövény, itten két sorba. Mivel elegán volt a pofájukat nézni ezeknek. Itt a közé retket vetettem. Hát ahol lehetett közé, persze nem mindenhol. Aztán nem hoztam virágot. Voltam egy helyen, hoztam ágakat meg, hogy hívják ott, vasanyagot heggeszteni, és akkor hoztam ilyen magasabbra növő virágot, ami szépen terjed. Ja, nem tudom, hogy milyen virág, azt mondták, hogy szép, évelő. Fogalmam sincs, hogy mi az. Szóval így néz ki. Most ez a kettő van, amit hoztam. Már megint esik az eső. Na, hát máma is dolgoztam meg. Tegnap is, meg úgy mindig egy kicsit. Megmutatom, hogy mi történt. Nézzétek meg, fogyik. Idáig volt már az anyag, így. Nagy domb. Fogyik. Szép lassan eltűnik. De viszont látjátok, le van terítve. Szóval így most ezen vagyok, hogy a kert nagy részét leterítem. Méghozzá olyan meghontolásból, mindjárt megmondom, ide van vetve borsó, és ide van két sorba borsó. Na, az a meghondolás, hogy hogyha itt a fák, bokrok között a terület, ez a, amit rászórok, elrohad, akkor lesz egy termőréteg, és az termőréteget akár paradicsom, paprika, bármit ide tudok ültetni. Szóval lesz egy olyan rétegem, amivel tudok vetni. Persze egy évben nem bírom az egészet egyszerre leteríteni, de ilyen darabokba megcsinálom, és majd szépen sorjába fel lehet használni, ugye? Mindig egy évet hozzá dolgozunk, és akkor szép lassan menni fog. Szépecske, ezt tavaly kaptam. Nagyon szépen néz ki, ezt is tavaly kaptam. Lesz egy halom izé. Ilyenem. Ez virágzik itt már. Ide is ültettem a csodasövényből, kimaradt három darab, azt ide betettem. Amúgy itt van egy Mirabella, meg ott, oda is tettem valamit, nem tudom már mit. Ja nem, az is csodasövény, de igen. Ja. Aztán ide átpateroltam egyet a fügékből, azért, hogy itt benője, meg itt lefolyik a víz, kap elég vizet, ugye. Aztán hát most el kell fogom kezdeni most már vetést, mert működik a cucc, szóval elég meleg van az üvegházban. Ez pihen itt, látjátok, visszalocsoltam belőle. Ez van most beindítva, ide folyik ki belőle, a falevelet hagyjuk szépen összerohadni, nem nyúlunk hozzá, majd ősszel, ha ez a falevél összerohadt, nemrég hoztam amúgy nagyját, ha összerohadt, utána rákerül ide. Volt egy olyan tervem, hogy csinálok egy marhan egy ilyen komposztot, de hát igazság szerint falevelekből meg ebből akartam, de látjátok, elfogyik, szóval hiába darálok én itten nagyon sokat, elfogyik. Na, ezt tavaly vásároltam, ez a ötlevelű akébia, kiültettem ide, megmondom miért. Azért, mert egy futó, örök zöld, kibírja, még akkor is, ha hideg jön. Aztán itt van a háromlevelű akébia,
ő elkezdett virágozni, és ezért is lettek kirakva, mert látjátok, ez virágot hozott, és nem akartam, hogy nagyon beinduljon, ezért inkább fázzanak meg ezek az első virágok, és hulljanak le, mint hogy a növény nagyon beindul oda bent az üvegházba. Ez is futó, kiúsztam egy drótot, fel lesz futtatva. A szőlő idáig jöhet fel, az akébiát felig felfuttatom föléje. Na, hát a kertben sok mindent nem csináltam, szóval nincs veteményezés, meg ilyesmi. Még egyenlőre itt van a további töltés, még egyenlőre nagyon sok levelet kapok. Ennek a nagy része diófa, tökre mindegy. Vastagon leterítettem itten, és akkor szórom rá. Hát itt egyszerű volt, mert ide állítottam a gépet, és úgy daráltam, hogy ide csapta az egészet, és akkor csak szét kellett egy kicsit húzni. Itt közte ugyanaz. Szeretném, ha ezt a részt nem út lenne, hanem majd szépen összerohad, és akkor egy ilyen termő terület lesz ez is. Na, rengeteg madár. Milyen ricsaj van. A dagadt csuri. Nincsenek, tehát én nem etetem őket. De hát itt vannak a disznók, meg minden, úgyhogy nem éheznek. Na, mondottam, vastagon le van terítve. És hát ez tényleg vastagon, szóval ez ilyen 30 centi vastagon le van terítve, és utána jön rá majd a darálék. Nem láttam, hogy lenne még hideg idők. Itt is le van terítve a szélén. Azt a neki, most látom, hát ez nem tetszik. Hát nem tetszik, van. Nézzétek csak, kezd beindulni. Bár nem mond hidegeket, de nagyon remélem, hogy nem is lesznek hidegek. De hát ez nagyon be van indulva. Hát még szerencsére nem virágzik. Szóval ezt is leterítettem itt. Nézzük csak, nem voltam pár napja már itt kint. Ezen a része a cselesz, nem, még nem. Viszont azon gondolkozok, nekem van oltóveszőm, cseresznye, lehet, hogy rá kéne oltani már most. Bár most megindult ez a szára, és ezért nem tudom. Igazság szerint ide kéne beleoltani valahová. Lehet, hogy az lesz, a tetejébe oltok bele. Vagy pedig, ott egy kis kék virág, jaj, de jó. Vagy pedig ebbe oltok bele, bár az igazság szerint úgy néz ki, mintha ez itt el van száradva. Ja, ez is el van száradva. Jó van, hát ezt nem bántom, meg azt se bántom. Hát nem tudom, ott az alsó már leszáradt. Hát ezt azt hiszem, ezt nem bántom, ez a dupla, nem? Nem ez a dupla, a másik a dupla. Nem. Ezen csak egy van. Akkor ebbe kellene beleoltani. Mert egyfajta, a másik kétfajta. Akkor ebbe kell beleoltani. Fekete ribizli, már zöldül. Na. Ezt kicsikét megkurtítottam, hogy ne menjen túl magasra, inkább egy kicsit lombosodjon. Persze biztos, hogy nagy üzemű termelőknek nem tetszik, amit csináltam, de hát pont leszarom. Na, vérbarack. Ide lett ültetve. Még egy vérbarack. Én azt hiszem, hogy ez megmarad, már most már beződült. Na, itt meg egy török magyaró van. Ezek itt csak ilyen kurtítottan lettek mecve, mert nem kell nagyon még hozzá nyúlni, ez a fa még
még kinövi magát, aztán itt van a vér, sárga barack. Hát nem lenne jó, ha beindulna virágzással, bár az se biztos, hogy teremni fog, mert ezek igencsak virág kinézetük van. Na majd meglátjuk. Itt a másik török magyaró, amit muszáj voltam valahová elültetni. Hát ezek még mindig nem jó nagyot nőttek, lehet, hogy jövőre virágzik. Na, nézzétek már! Oh-ho. Ebből már lehetne szedni, lehet az idén. Hát nem tudom. Vagy az idén hagyjuk, még hagy szaporodjon inkább. Hát nem tudom. Majd meglátjuk, mi lesz. Mi lesz. Ja, majd meglátjuk. Mennyi madár-e itt a tavasz? Nagyon meleg van, amúgy érződni, hogy meleg van. De majd mindjárt mutatok, van itt az üvegházba is. Hát most már majd megcsinálom itt. Most száraz a talaj. Úgyhogy most fel lehetne rotálni. Neki lehetne állni, de előbb hozni kell a szomszédből trágyát. Ez le kell bontani ezeket, mindet, és hoznom kell a szomszédból trágyát. És akkor hát elég izén néz ki még a kert, még semmi. De hát, na tudjátok, ez úgyis a legvége lesz. Itt a következő nasi, nagyon be van indulva. Persze még messze van attól, hogy virágozzon, de be van indulva. Hát ez van, na. Ez van, hogy csináljunk. Azon is hilózok, hogy ezekből a földéprekből elviszek máshová. Mert nagyon sűrű lett, és el kéne rakni máshová, van egy jó ötletem, hová kéne vinni belőle. Na, szóval, hát így nézünk ki egyenlőre. Nem tudom, van egy pár ilyen virágom, amit ki kéne rakni, nem tudom még, hogy kirakhatom már, nem rakhatom még ki. Na. Figyeljetek, most jön a poén, ez le van csukva már pár napja, éjszakai hőmérséklet 8,1 fok, nappal legmagasabb 37. Itt alatta nincs hűtve, abszolút nem volt bekapcsolva a fűtés egyszer se, csak le lett csukva. Ennek a szép kis saláták, hát elég jól néznek ki, azt mondanám, nem? Azok, amik leutoljára lettek át ültetve, ott hátul egy megadta magát, látom. Itt van egy megadta magát, nem számít. Ezt akkor kicsorjuk. Na, szóval, felhívás, kedves kém. Elmondom nektek, hogy mi fog történni. Így, mi? Felhívás ide, komposztor. Nekem szükségem van jó pár zsák komposztra a komposztortól. Ezért nem 15-én, nem jövő héten, hanem utána való héten elmegyek Mosómasára. És egy ilyen, hát mondjuk úgy, hogy majd, hogy nem egy kört írok le, mivel nem egy kör, de majdnem. Szóval úgy fogok utazni Mosómasára, hogy Pápán keresztül, és akinek kellene. Szóval, ha meg szeretnél rendelni komposztortól komposztot, és vagy érte jössz hozzám haza, ide Zalába, vagy pedig Pápa környékén laksz, és ott fel tudod tőlem venni a megrendelésedet, akkor szívesen elhozom.
Természetesen csak úgy, ha előtte idejössz, és kifizeted a árát annak, amit meg akarsz rendelni, mert nekem ott készpénzre ki kell fizetni a zsákokat. Úgyhogy, és nem akarok olyat csinálni, hogy mit tudom én, 3-4-en véletlenül nem hiszem, hogy fogtok jelentkezni bárki is, de végig is valaki jelentkezik, és azt mondja, neki kell 10 zsák, aztán nyakamon marad. Jó, nem baj az, hogy kicsivel több komposzt van, de én kiszámoltam, hogy nekem 20 zsák kell, és többre nincs szükségem, úgyhogy nem szeretnék venni 40 zsákot, azért, mert valaki kéri, aztán nem jön érte. De mondom, akinek kell, mivel a kis teherrel megyek érte, akinek kell, szívesen elhozom bármit, amit rendeltek a komposztortól, adjátok le a rendelést, és írjátok hozzá a rendelésnél, hogy én elhozom. Szóval engem ismernek, a Patrik ismer engemet, tudjátok, voltam nála, és akkor én el tudom hozni. Szóval odaadják nekem, nem adják fel postára, és akkor én elhozom nektek. Már ha van valaki, akinek szüksége van rá, és ezen az útvonalon lakik, szóval mit tudom én, Sárvár, Körmend, ott Pápa környékén valahol laksz. Szóval szívesen elhozom. Én a fuvarért nem kérek pénzt, mert úton vagyok, saját magamnak is szállítok. De mondottam, azért nem szeretném, hogy valaki átcsesszen, és ezért úgy hozok el csak, hogy előre kifizeted nekem. Most vagy megbízol bennem, vagy nem. Ennyi. Szóval, viszont szívesen segítek, hogyha azt mondod, mert marha drága a fuvarozása ezeknek, ennek a zsákoknak. Szóval, hogyha mit tudom én, rendelsz egy 10 zsákkal, az nagyon sokba kerül a fuvarozása, mert a fosposta hozza ki, és én elhozom neked ingyen, bérmentve. Na, értitek, ennyit akartam mondani, és kellemes, további kellemes napot kívánok nektek, holnap heggeztek. Nem tudom, milyen lesz az egész, de holnap szeretném, mindjárt megmutatom, hogy mit összeheggeszteni. Az a terv, meg darálni. Sokat kell még darálnom mostanában, és akkor a héten ezt ledarálni. Látjátok, én is már úgy szerem a fát, hogy elhozom valahonnan a galjakat, és akkor ezeket a vastagját félreteszem. Ezt majd összevagdosom tüzelőnek. Ezt ellestem a komposztortól, hogy így csinálják. Úgyhogy ezt most nem is így csinálom, hogy elhozom és másra használom. Szóval összesen 100 darabot rendeltem a csodasövényből, és 50 ott van, kettes sorba, 50 pedig itt, ahol van nekik ez a kis ablakuk. Ez elé tettem, mert tényleg semmi kedvem nincs hozzájuk már. A sárga merci az majd fel lesz téve eladásra, alkatrésznek. Na, itt a vasanyagom, és ezt a kettőt kell összeheggesztenem úgy, hogy a traktor hidraulikájával meg tudjam emelni, és meg tudjam terhelni is. Értitek? Szóval valami olyasmire gondoltam, vannak ilyen szőlőlugasnak a darabjai voltak, szóval ezek jó erős anyagok itt, jó, nagyon jó anyagok. Ezek voltak valami kampók, nem tudom, lenyomatása. Szóval ezekre gondolok olyasmit, hogy ezeket fogom valahová ide heggeszteni, és akkor ezzel majd megbírom emelni a trakit. Aztán nem biztos, hogy így lesz, nem tudom még pontosan. Mindenesetre valami olyasmit kellene csinálni, hogy kijebb húzni. Nem tudom. vagy akárhogy. Nem is tudom, így nem lehet rendesen megfogatni. Nem tudom még, hogy csinálom meg.
igazság szerintem lenne a legjobb, ha a traktort kihoznám onnan, és akkor megnézném, hogy mennyire van magasan a... Ja, nem tudom megnézni, mert rajta van az... Ja nem, levettem az ekét. Ja, várjatok akkor meg. Akkor meg lecsukom, és akkor leengedi. Ja, ennél lejjebb nem megy a kar. Tehát körülbelül ilyen magas az. Hát ja. Nem tudom, én még nem csináltam ilyesmit. De akkor majd meg kell csinálni ezt is. Úgyhogy ennek a magassága meglegyen, meg hogy a hármas felfüggesztésbe fel tudjam ide rakni, különben nem emel rajta semmit. Akinek van traktorja, tudja, miről beszélek. Ha meg nem tudod, akkor mindjárt megmutatom, mi az a hármas felfüggesztés. Itt van az eke, és akkor ezen meg tudom mutatni, hogy mi az a hármas felfüggesztés. Szóval alul a kettő, ezek, és akkor itt van ez a harmadik, és ez a kar rögzítődik a traktorhoz. Szóval ez van azért, hogy ne bukjon ki az egész. Na, aztán csirkék jól vannak, kacsák elbújtak, legalábbis úgy vannak vele, ha eldugják a fejüket, akkor ők nincsenek itt. Nézzétek, egy lábon állnak, ezek alszanak. Ugye? Ezek kajak alszanak most. Egy lábon vannak. Én nem is láttam. Én nekem, nem tudom, már hány év van ilyen kacsám, még soha nem láttam, hogy ezek ilyesmit csinálnak. De érdekes. Kacsa lábon forgó kacsa. És még nem láttam neked soha így. Na. Nézzétek, már pihenőben vannak. Hát, jó, bemegyek oda. Ezt még mindig nem csináltam meg, szóval meg akartam csinálni. Szét akartam húzni, aztán más munkám lett, és akkor azért abba maradt. Szóval ezzel próbáltam, de látjátok, ez lelazult, és hogy ráhúzok, látszik, hogy semmit nem ér. Szóval vettem drótot, és holnap, vagy nem tudom, holnap heggeztek, ma ezt csinálom, ma azt csinálom. Annyi munkám van, szóval ezért is másképp vannak a videók, szóval nincsenek már annyira, mit tudom én, nem úgy vannak a videók, mint régen osztrákban volt, hogy itt tudom én, volt néha három naponta tudtam egyet csinálni, hanem egyszerűen azért, hogy halladjak, muszáj vagyok, hát megint égetik a szemetet, hát én mondok nektek valamit, szóval muszáj vagyok úgy dolgozni, hogy ezt is csinálom, azt is csinálom, ahogy jön, és ezért sajnos ilyen izé van, ilyen kissé káosz. Épp amihez kedvem van, azt csinálom meg. Na, itt van az izé Gyula. Gyula barátom adta 2 évvel ezelőtt, azt hiszem, a fát. Látod, mekkorára nőtt, kedves Gyula barátom. Mekkorára nőtt ez a kis fa. Hát, ha szerencsém van, előbb-utóbb teremni is fog. Na. Ezen a... Van itt az a vadkörte, ezen van egy pár körteoltás. Méghozzá a Jani kertjének. Az Jani kertjéből való körtékről van erre oltása. De várjál, csak nézzük már meg, azok is be vannak indulva. Itt vannak, amit nemrég kaptam. Szép, szép lassan, de lesz valami kinézete itt a dolgoknak. Na, várjál, itt egy oltás Jani kertjéből. Ez sikerült, ott nem sikerült. Itt van még egy oltás Jani kertjéből, ami sikerült. Aztán várjatok, itt van egy oltás, látjátok? Várja, itt ez az. Ott egy oltás Jani kertjéből, ami sikerült. Aztán mindjárt mutatok még egyet. Jani kertjéből, itt van még egy oltás, ami sikerült Jani kertjéből.
Ja, most jobban látszik ott az oltás. Ja, ezt le kéne bontani. Jaj, nem bírok megállni. Szóval, vadkörte, és van rá elég sok rakva. Na, jó van akkor. Szóval, ezek nincsenek beindulni, ezek az oltások. Ez jó. Aztán ez sincs. Nagyon nincs beindulva, de látszik a virágzás, szóval sárga barack, oltás, szilvafán. Szóval, hát mit mondjak nektek, szóval van, ami működik. Igazság szerint így jó ez. Ez most így jó, ahogy van. Traktor elég kosz, vagy ezért dzsugás, mivel kint voltam, kicsikét megszaggattam a földet. Na, ezeket nem metszettem meg, most látom, hogy nem lettek megmetszve ezek a bokrok. Aha, de be vannak indulva, meg kéne metszeni őket. Oké. A fekete be van indulva. Majd erről csinálok a terméséről is videót ennek, mert hát azt látjátok már, hogy nagyon erős növésű, nem azért, mert a kutyám alászarik, ez magától is ilyen erős növésű, rengeteget nő, nagyon vastagat hoz, és fut, és nagyon fut, látjátok. Nem vágtam le még, mert hát lehet, hogy fel tudom ide futtatni egy kicsikét. Igen. Szóval majd megmutatom a termését, meg mindent róla, mert megint egy kicsikét össze-vissza videó lett, bár mondják sokan azt, hogy jó az így. Egy páran meg azt kérdik mindig, hogy nincs erről a gyümölcsről külön videó? Nincs arról külön videó? Hát nincs. Na nézzed már. Indul a kiwi. Na ezt is megtrágyázta a kedves kutyám. Indul a kiwi, itt is zöldül a kiwi. Na, kérem szépen, akkor pedig, húha, akkor lehet, hogy felveszek bakkancsot, és most nem is azzal foglalkozok, hogy nektek videót csináljak, hanem befejezem ezt a videót itt gyorsba, és akkor megkispanolom a kivit, mivel arra még van pont még besötétenik, azt még meg tudom csinálni. Ennek olyan jó illatja van. Imádom azt a virágot. Húha, valakinek mondtam, hogy majd szerek belőle és adok magot. Jaj, kinek mondtam? Kinek ígértem belőle magot? Jaj. Nem tudom. Valakinek ígértem belőle magot, de neki volt az? Nem tudom. Ugyan ütnek se. Na, itt meg be van állítva a pocokcsapda. Eszi ki egymás után a izéket, a hagymákat, és nem bírom a dögöt megfogni. Na, mi van? Talán nem ide beállt, nem azt most meg ide ásod be a döghe, nem igaz? Hát van még egy csapdám, ki kell, kirakok minden csapdát most már. Na. Jó van, szóval így nézünk ki. Ja, hoztam még egy virágot, nem? Látjátok? Na, ezt a virágot is most hoztam onnan a vasat hoztam meg. Hát, falevelet. Ja. Hú. Látjátok, milyen jó. Hát, azért ki van takarva a banán, és mintha nőne is. Szóval, még a belsejét nem látom, hogy nőne. De kinyomta magát a szalmából. Szóval ez azt jelenti, hogy akkor már beindul növésbe. Hát ha jön egy hideg, akkor persze nem lesz jó neki, de hát ez van.
Na, itt vannak a szaporítások, ez még nem mutat semmit, de az igen, a zöldöl, ez van közte, amelyik mutatja, hogy jó lesz, azonban is van. Itt ez szép, szóval ez jó, jónak néz ki. Hát ezt nem tudom, ezt a kálpárojtól kaptam. Hát persze eznek még korai, meg a gránát almának is korai. Viszont ajzék, azok jók, azok szépek. Na, be vannak szépen indulva. Örülök neki. Más virágot még nem látni a kertbe. Ezek levirágoztak itt. Jön egy pár, itt-ott. Jön egy pár, így. Jaj, nézzed már! Jaj, hát ez... Ó, már szaporodik is, itt is van egy kis szár. Hogy mi ez? Nem. Itt mi van? Jaj, de jó! Ezt is kaptam én nézőmtől. Tudjátok, mi gondolkozok? Mivel én tudom, hogy kitől vannak ezek a dolgok, szóval én tudom pontosan, hogy ki mit adott nekem, még hogyha a neve nem is mindig jut eszembe annak valakinek, aki... beleálltak az ember. Igen, nem is mindig jut eszembe a neve, de tudom, hogy kitől kaptam. És azon gondolkoztam, hogy minden ilyen növény, amit kaptam tőletek nézőktől ajándékban, nem mindegyikhez, de hogyha mit tudom én, ötöt kaptam valamiből, akkor nem ad mind az öthöz, de a fajtához kirakok egy táblácskát, hogy mi az, és kitől van. Szóval a keresztnevét ráírom, hogy az mit tudom én, a Zsuzsától, a Katalintól, a Pusi, vagy éppen Tamás, ilyesmi, értitek? Szóval így kiírom, hogy melyik növény kikitől jön. Ilyen kis táblát, ilyen kis fatáblácskát csinálok. Ezt is meg kéne csinálni. Be kéne röffenőteni a gépet, azt levágni róla egy részt. Jaj! Na meg látjátok? Esett elég eső, és akkor ilyenkor a dzsuva így kimosódik belőle. Sajnos ez még onnan maradt, ez a sok műanyag benne, egy része trágyából, mikor hozok trágyát, akkor egy része abból keveredik ide, a másik része pedig, mikor a komposztot hoztam lentiből, onnan keveredett ide nekem ez a sok műanyag. Na, kedveském, akkor egyelőre szerintem így van. Szóval nem akarok hülyeséget mondani, de ugyanattól kaptam, mint a rebarbaját, és tudom, hogy kicsoda, csak nem jut eszembe a neve. Nekem nevekkel mindig gondom voltak. Annyira gondba vagyok nevekkel, hogy képzeljétek el, mikor Berlinbe laktam, akkor ott általában mindig ugyanoda jártunk, ilyen kutyafuttató helyekre, erdő, meg ilyen helyekre, többen is, ki a kutyákkal. És én az összes kutyának tudtam a nevét, de a gazdájának ritkán. És képzeljétek, egyszer ilyen kutatásra kimentünk kutyákkal, és nekem volt egy kutyám, amit úgy hívtak, hogy Suzi. És kérdezték ott, hogy hívják a kutyát. És mondtam, hogy Zuzi. És volt ott egy csaj, akit Suzinak hívtak, és teljesen megharagodott rám, hogy a kutyát róla neveztem el. Mondom, de nem rólad, de mert hát nem is ismerlek téged, most látlak először. Na, a kutya meg két hete van nálam. Ja, akkor is miért Suzinak hívják? Na, nem mindegy neked, hogy hívják. Nem, mert az én nevem, mondom, te neved, senki más nem hívnak Suzinak, csak téged. Na jó, azt tökre megharagodott. Teljesen leszartam, és elmentünk mindig sétálni. Ő is jött általában.
és az összes kutyának tudtam a nevét, egyik németnek se tudtam a nevét, a Suzit azt viszont tudtam, hogy Suzinek hívják, mert kiverte a balhét. Ha nem verte volna ki a balhét, az ő nevét se tudtam volna. Úgyhogy tök izé, tök hülye történet, nem? Ja. Ja, meg ide a végére még elmondok nektek, hogy képzeljétek el, valamelyik nap itt a szomszédom, a Fritz égette a szemetét a izébe, a kályhába, mint általában, a műanyagot elégetik. És mondom az asszonynak, te ezek olyanok, mint a cigányok. Elnézést, cigányok, ha van itt valaki. De ezek olyanok, mint a cigányok. Ezek ide jönnek és elégetik a szemetet. Aztán mondom neki, így tegnap néztem egy izét, egy műsort, és ott panaszkodott valaki, hogy de magyar, panaszkodott, hogy a szomszédja német, és olyan mindent megenged magának, amit Németország nem engedne meg. Ja, meg onnan hoztam a vasat, ott is mondták, hogy német szomszédjuk volt, és ők is megengedtek maguknak olyasmit, amit Németországban soha nem engednének meg. Ők is szemetet égettek, meg ilyesmi. Szóval mondom neki, máma az asszonynak, mondom, tudod mi a különbség a cigány meg a német között? Azt mondja, nem. Mondom neki, ha német elmegy máshová lakni, vagy elmegy üdülni, az úgy viselkedik, mint az utolsó szemétláda. Szóval mindent, ezért mindenkit lenéz, ő a mit tudom én kicsoda, olyasmit csinál, amit otthon soha nem engedhetne meg magának, és a cigány az meg Magyarországon persze általában nem éppen munkából keresi meg az kenyerét, viszont ha kimegy Angliába, vagy mit tudom én, Kanadába, Svédországba, vagy bárhová, ott gürizik, mint az állat azért, hogy megmutassa az itthon maradt szomszédjainak, vagy családjának, hogy neki milyen jól megy. Szóval én odaként, külföldön rengeteg sok cigányt megismertem, akik úgy dolgoztak, mint az állat. Csak azért, hogy meg tudják mutatni az itthon maradoknak, hogy nekik milyen jól megy. Ezek a németek meg azt mutatják meg, hogy mikor ide költöznek, hogy ők mekkora szemétládák tudnak lenni. Na, szóval ez a különbség. Szóval igazság szerint a cigány többre vesz csillem, mint ezek a rohadékokat itt mellettem. Na mindegy, szóval ez az én magán nyomorom, meg magán véleményem. Minden esetre ezt gondolom. És tudjátok, általában meg szoktam osztani veletek a véleményemet, magán nyomoromat és ilyesmit. Aztán, ha nem érdekel, kapcsold el a csatornáról. Ha meg érdekel, amit csinálok, és eljutottál idáig a végéig, aminek most már tényleg vége van, akkor azt szeretném kérni, hogyha nem vagy feliratkozva, iratkozzál már fel. Szóval ez ilyen YouTube-os betegség, hogy a videók nagy részét olyanok nézik meg, akik nincsenek feliratkozva. Úgyhogy jó tennél nekem, hogyha feliratkoznál. Aztán, ha van kedved, akár egy lájkolhatod is a videót. Bár az nagyon fontos, mint a feliratkozás. Na, köszönöm szépen mindenkinek, aki eljutott idáig, hogy megnéztétek a videót. Kellemes hetet kívánok nektek. Én meg felveszem a bakkancsot, és megfeszítem ezt az izét. Meg akkor leásom a másik oldalon a másik betont is, mert ez a beton itt le van ásva, hogy ne tudjon kijönni, és akkor hozzáfeszítem a drátot. Na, sziasztok!